Köszöntöm Önöket, ez a Weekend. A mai műsorban ismerkedhetünk humanoid robotokkal, és kiderítjük, hogy milyen fajta fenyőfát érdemes vásárolni karácsonyfának. Tegnap délután pedig egy nem mindennapi kiállítást is megnyitottak Nyíregyháza belvárosában. Kellett ehhez egy remek hely, jelen esetben a Laborkafé, és egy kitűnő fotós, Deme Roland, aki itt ül, Fekete Éva, jobbján, balján, hirtelen, jaj, ez a rendezői dolog, sziasztok! Nos, kezdjük az alapokkal. Hogyan is jöhetett létre ez a kiállítás, és egyáltalán mióta foglalkozol fotózással? Fotózással kb. 14 éves korom óta. Igazából még megszakítás sok nélkül is. Az elmúlt jó pár évben, 6-7-8 évben foglalkozom olyan szinten, hobbi szinten nyilván, fotózással, vagy már kiállításokra, illetve pályázatokra küldözgetem be fotókat. Az idei évben megkeresett az egyik helyi cégnek a cég, aki egy nagy fotós céget képvisel Nyíregyházán, hogy szeretne egy-két fotómból referencia fotókat nyomtatni, és ennek kapcsán jutott eszünkbe az a gondolat, hogy ha már vászonra kinyomtatjuk referenciaként a képeket, akkor miért ne csináljunk ebből egy olyan kiállítást, ami esetleg másoknak is tetszik, és így csatlakozott be a Labor Kávézó, illetve a Tabula Plaza Alapítvány, aki gyakorlatilag felkarolta ezt az egészet, és bemutatja most jelen pillanatban 30 körüli képemet. A nézők láthatják amúgy az alkotásaidat, fotóidat, ti is, hogyha jobbra tekintetek, akkor a kivetítőn láthatjátok. Miket fotózol leginkább, és milyen képeket választottál ki erre a kiállításra? Igazából tematikát nem nagyon adtunk neki, igyekeztünk minél inkább olyanokat, amik kicsit jobb kedvelre derítik az embert ebben a szürke időben. A képek jó része, inkább azt mondom, hogy a nagyobbik fele, az Nyíregyházán, Nyíregyháza környékén, a környéken készült, most pont ez éppen nem, de ez már igen. Különböző erdőkben, itt a környéken, illetve akár a saját kertemben, és aztán a másik része pedig utazásaim során, amikor volt szerencsém országokat meglátogatni, akkor készülgettek, gyakorlatilag ezekből a képekből adunk egy válogatást az elmúlt 6-7-8 évnek a képeiből. De azt ugye tudod, és bocsánat a kifejezésért, de felfogod, hogy ez akkora nagy dolog, hogy téged megkeresett egy ilyen cég, egy nagy-nagy cégnek a nyíregyházi képviselete, hogy a te fotóid kellenek, a te fotóidat akarom kipróbálni, hogy hogyan néz ki egy nyomtatott verzió. És én nagyon büszke is vagyok. Hála a jó égnek, mert hidd el, hogy nagyon sokan biztos vagyok, barátok, családok, és így tovább. Na és hát a Laborkafé is, hogy rájuk gondoltál. Hogy jött a megkeresés? Vagy ismeritek már egymást régről? Igen, én mondhatom, hogy barátok vagyunk elég hosszú ideje már, és én nagy rajongója vagyok a Roli fotós munkásságának, és ténylegesen mondhatom, hogy jobb kedvet derítenek eleve a témaválasztás is, és hát a kiviteltől meg tehát tényleg magáért hát beszél. Elájul az ember, igen. Igen. És nagyon-nagyon örültem neki, mikor megtudtam, hogy láthatjuk ilyen kivitelben, ilyen minőségben kinyomtatva ezeket a képeket. És igazából nem hogy felkaroltuk, hanem örömmel fogadtuk, hogy nálunk lehetnek ezek a képek, és utána ez már csak hab volt a tortán, a másik ámulatba estünk, amikor megtudtuk, hogy ezt adományként is megkaphatjuk. Ez hogy fog működni? Mi az, hogy adományként megkaphatjátok? Mert azt tudjuk, hogy a Laborkafé adományozáson is és közösségi munkán alapuló hely, de ez hogy fog működni akkor?
Példaértékű az összefogás, ami ennek a kiállításnak a kapcsán a Laborkaféban megjelenik, hiszen ez a helyi vállalkozás, illetve Roland azt a felajánlást tették, hogy ezek a képek megvásárolhatóak, és a teljes bevételt az alapítvány kapja a Laborkafé fenntartására. Úgyhogy mi azon túl, hogy most oda vagyunk és vissza, hogy milyen gyönyörűek ezek a fotók, egy kicsit drukkolunk, hogy minél kevesebb maradjon a falon, és minél több adomány folyjon be az ügyjavára, és hát mindkét irányba hálásak leszünk, hiszen a felajánlók, és utána pedig a szintén felajánlók, akik a kép tulajdonosai lesznek azok felé, és hálával fordulunk, és igyekszünk minél színesebb programokat biztosítani ebből a befolyt összegből a teljes nyíregyházi lakosságnak és a környéken élőknek. Mi lesz ezután? Várjátok akkor az érdeklődőket és a fotósok, illetve a fotók szerelmeseit, hogy megrohamozzanak titeket? Igen, igen, hát mert van is egy-két jelentkező ezekre a képek, nem is egy-kettő, hát nagyon sok jelentkező van, mert hát nagyon dekoratívak is a képek, azon túl, hogy minőségükben is, a fotó szemmel is kiválóak, ezen felül még dekoratívak is, úgyhogy reméljük, hogy sok mindenkinek kerül majd a fa alá egy ilyen szép nívós ajándékként. Láthatunk tőled máshol alkotásokat? Tehát nem feltétlen csak a Laborkaféban? Interneten, különböző olyan fotós portálokon ezek olyan viszonylag szép sikereket érnek el a képeim, szeretik őket. De alapvetően most ez volt a Laborkaféban. Megmondom őszintén, ez az első olyan kiállítás, ahol a képeim, kizárólag az én képeim jelennek meg, úgyhogy én ezért nagyon büszke vagyok rá, és nagyon szépen köszönöm nyilván a Laborkafénak és nektek is a lehetőséget, hogy ezt bemutathatjuk. Most jelen pillanatban a Laborkávézóban lehet őket megtekinteni, és hát megszemlélni. Hát, hogyha ilyen szinteket érsz el, meg ilyen képeket csinálsz, akkor biztos vagyok abban, hogy máskor is, máshol is lesz még kiállításod. Remélem, hogy hallunk még akár a ti párosotokról, akár Demme Rolandról még többet. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Önöknek pedig ajánlok egy érdekes témát, amely már a stúdió másik szegletében vár minket. Robotika és robotintelligenciáról fogunk most egyrészt nézelődni, hallgatni és így tovább, hiszen itt van velem, már is, Simon Béláni Ági néni és tanítványai. Segítek Ági néninek, mert leesett valami. Igen, egy csókolom, sziasztok! Na, Ági néni már nem idegen a Weekendben, és talán a humanoid robotok sem. Ez a téma már volt itt ebben a műsorban. Ági néni, meséljen egy kicsit a múltról, meg talán a jelenről, és a jövőről is. Mikor is indult robotika szakkör, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy nevezik hivatalosan? Hát mi úgy nevezzük magunkat, hogy robotintelligencia diákkör, egy tehetségtámogató szakkör a Nyíregyházi Főiskolán. 2007 óta működtetek én ilyen szakkört. Ugye a szakköri tagok személyei változnak nyilvánvaló, mert ugye 10 éves kortól 18 éves korig lehetnek ennek a robotintelligencia szakkörnek a tagjai. Akik... Rosszul tippelek, hány évesek vagytok átlagban? 15, 6, 4 és? Öregbitek. 17. Tehát igen, általában ez a korosztály vehet részt a világversenyen, a Robocup Juniornak nevezett világversenyen. Tehát 2007 óta tulajdonképpen ez a múltunk, hogy majdnem minden évben innen Nyíregyházáról, vagy a megyéből, vagy Magyarországról tudunk küldeni résztvevő csapatokat. Hát ez nagyon nagy dolog, és ti készültek akkor erre a 2016-os megméretetésre? Igen, igen. Igen. Van nálatok valakinél egy mikrofon, ugye? Szia, hogy hívnak téged? Ja, be kell kapcsolni, igen. De fog az működni szerintem. Engem Viktornak hívnak. Viktor, szia. Ugye mi idén kezdtünk el készülni, vagyis én meg, és én idén kezdtem el készülni ugye erre a világversenyre. Ugye 2016-ban Lipcsében lesz ez a verseny.
és nagyon izgultak, gondolom, hogy egy ilyen helyre ki mehettek ilyen fiatalon. Mióta foglalkoztok robotikával, hiszen mondod, hogy nem olyan régóta készülsz erre a világversenyre, de gondolom már akár 7 évesen is érdeklődtél a dolgok iránt. Én elég régóta érdeklődök ilyen dolgok iránt. Ennek a szakkörnek csak 1 éve vagyok tagja. Uh-huh. És ki mióta foglalkozik ezzel a témával, illetve milyen versenytípusban játszotok? Hiszen, ha jól tudom, 3 vagy 4 versenyszám van? 4 versenyszámba készülünk, 4 igen. Versenyszámba. Ági néni nyugodtan koordinálja a fiatalokat, jó. Hogy akkor kiszólaljon meg, igen, hát Viktor, oda csak néneki. Az első versenyszámot, mert az a legrégebbi. Na mi ez a versenyszám? A mi versenyszámunk a menekítő versenyszám. Ehhez kell ez a pálya, nem? Igen, ehhez kell a pálya. Mutassuk meg. És akkor vigyed a robotot is, Szabolcs, mert hány tagú egy csapat? Mi ketten vagytok, igen. Bocsánat. Minimum 2 főre kell, igen, 2 főből áll egy csapat, akik kimehetnek a versenyre pontosan. És milyen szabályok vannak, akkor a kapitány, Viktor, te mondd el, mert kell egy kapitány, ugye te neked mi a szereped Szabolcs a csapatban? Te vagy a... konstruktőr. Na de mutassuk akkor, hogy működik ez a robot, és akkor Viktor tudja közben mutatni, hogy hogyan működik. Tehát a társad leteszi a pályára ezt a menekítő robotot. Így van. És letér a pályáról. Igen. Akkor ez most rossz, vagy újratervezés? Hogyan működnek ezek a dolgok? Mi a szabály? Mit kell csinálni a robotnak? Egész pálya egy katasztrófa helyszín szimulál, ahol áldozatokat kell kimentenie, és egy bizonyos biztonságos helyre bevinni ugye a vonal segítségével. Kicsit összezavarodott, zavarban van a kamerát, igen, szerintem. Igen, na röviden mondod el. Ezt a vonalat kell követnie, mindenre 8 perce van a robotnak, hogy megtegye. Igen. Fel van kapcsolva a mikrofon, itt mutogatnak a kollégák. Fel van kapcsolva a mikrofon, szerintem lemerült. De hallgat, ide jövök hozzád, és akkor az én mikroportom összeszedi a hangodat. Tehát az a lényeg, hogy ez egy katasztrófa helyszín, és a robotnak, aki most kicsit lámpalázas a kamerák miatt, követnie kell a fekete vonalakat. Igen, a zöld kockák arra szolgálnak, hogy a kereszteződésekben megmutatják az irányokat, hogy merre kéne haladnia a robotnak. Ugye pontatási rendszerként működik. Például, hogyha áthalad egy kanyaron, 10 pontot kap, de hogyha egy zöld kanyaron, akkor 15-öt. Uh-huh. Ott van egy hurok, az ilyen 100 millió trilliót jelent? Nem, mert az körülbelül annyit ér szerintem. Részekre van bontva, például, hogyha 2 fekete vonalon halad át, az ugye az is 15 pont, sima kagyok 10-10 pont, úgyhogy az körülbelül 35-40 pontot ér ez a hurok. Hihetetlen dolgok vannak. Ági néni, ez egy feladat, vagy egy rész, nyugodtan mehettek vissza, hiszen van még 3 versenyszám. Ugyanebben a kategóriában, tehát a menekítő kategóriában van egy úgynevezett társtér, vagy co-space-nek nevezett program, versenyprogram, mondd el, Koppány, te vagy a kapitány. Én odállok Koppány mellé, mert öregbítettek, mint a többieket, miközben te vagy itt a legidősebb. Na, ez a technika ördöke, meg az élő adás varázsa. Mesélj akkor a te reszortodról, hogy ezt hogyan kell elképzelni. Tehát ez végül is egy virtuális program, amin keresztül kell programozni az adott robotot. És akkor ez főként programozásról szól, ugyanis a robot maga, mint kialakítás szerint, meg a pálya is megvan adva. Ági néni, meg én szerintem is a japánok és kínaiak nagyon-nagyon otthon vannak a robotikában és a programozásban. Te hány évesen kezdtél programozni? Hát programozni 1 éve kezdtem el, amikor... Azt hittem, azt mondtad, egy évesen, igen. Tehát 1 éve kezdtem el járni. Ezt a programot egyébként csak 1/2 éve az augusztusi, igen, augusztusban volt az első verseny, amin elindultunk. Igen. Zseniálisak a srácok. Mennyire bonyolult amúgy a versenyfeladat kivitelezése? Szerintem ahhoz képest, ami ennek tűnik, nem biztos, hogy olyannyira nehéz. Ugyanis végül is ilyen négyzeteket kell összegyűjteni, mint áldozatok, igen. És akkor különböző színkombinációk használatával kell ezeknek a kereséseit. Na, Koppány mellett azért vannak még fiatalok, akik nem szólaltak meg.
ne aggódjatok, jövök még vissza. Ági néni is sarkalja őket, hogyha úgy van. Igen. Én odaadom ezt a kollégáknak, vagy itt hagyom a kollégáknak, hogy esetleg egy elemcsere, ha megoldható, ha nem, akkor én nagyon szívesen osztozok bárkivel, mikroportügyileg. De megyek a másik stúdió részletbe, majd jövök még vissza Ági nénékhez, meg a fiúkhoz, hiszen arról fogunk beszélgetni a Nyírerdő ZRT kitűnő kollégájával, Tölgyfa Gáborral, hogy milyen fát érdemes vennünk így karácsony előtt, mondjuk egy műfenyőt. Szia, Gabi! Jó estét kívánok, üdvözlöm a tévénézőket, szervusz! Hát... Mert sokan azt mondják most, hogy a műfenyő vásárlása a lehető legjobb. Ha már van alkalom arra, hogy erről beszéljünk, szeretnék mindenkit meggyőzni, hogy én úgy gondolom, hogy a műfenyő vásárlása a lehető legrosszabb. A legrosszabb? Így van. De miért? Hát mindenki azt mondja, hogy ugye óvjuk a környezetet, óvjuk a fáinkat, nehogy már 328 ezer lucfenyőt és ezüstfenyőt kivágjunk karácsonykor, hanem legyen egy műfenyő, amit egyszer kell megvenni nagyobb összegért, és akkor 5 év múlva is elő tudjuk húzni a pincéből. Igen, és akkor mondjuk 3 vagy 5 év múlva felmerül a kérdés, hogy mit tegyünk ezzel a műfenyővel. Nyilván a szemétdombon találja meg a helyét, vagy... nem is tudom, újrahasznosítása ennek még szerintem nem megoldott, viszont azt kell tudni a karácsonyfáról, mint fáról, hogy az hát gyakorlatilag nem más termék, mint egy kukorica, vagy egy gerbera, vagy egy más termesztett növény féleség. Csak ezt nem egy évig termesztjük, hanem 4-5-6 évig, vagy 3-4-5-6 évig, attól függ, milyen gyorsan és milyen fajtájú a fenyő, de ezek ültetvényszerűen termesztett. Nem erdőkategória, tehát közel sem erdőkategóriára kell gondolni, egészen más technológiát, szakértelmet és művelést igényel. Figyelj, Gabi, már megérte, hogy itt vagy, mert engem meggyőztél, én most szerettem volna műfenyőt venni, de akkor nem fogom tenni, nekünk pici a lakás és minden kicsi, kicsi a kutyánk, de nagy a boldogságunk, kicsi mindig a fenyőfánk, mi mindig lucfenyőt veszünk, szerintem Magyarországon, meg itt a megyében az a legelfogadottabb, de vannak esetleg olyan fák, amiket igenis ajánlasz erdészként, hozzáértőként, hogy tartósabb, szebb, illatosabb. Hát az, hogy kinek mi a szebb, az szerintem mindenkinek a saját ízlésére kell bízni. Én szerintem nem lehet meggyőzni senkit, hogy ez szebb, vagy a szebb. Ki mit szeretne otthon látni a nappaliban, vagy a nagyszobában, ki mihez szokott hozzá, kinek melyik illat tetszik esetleg jobban, kinek jobb tetszik a hosszú tűs, vagy a rövid tűs. Talán úgy lehet mondani, hogy a lúcfenyő az a egyik leghamarabban a tűjét elpergető fenyőfajta, a gyögényen fenyő egy vagy kicsit... a vörös fenyő. Igen, tehát azt szárjuk ki a vörös fenyőt, mert az elég csúnya képet mutatna karácsonykor. Mindenkinek az ízlésére kell bízni, hogy ki miért szeretne, ebben nem lehet meggyőzni szerintem senkit. A lúcfenyő egy picit hamarabb hullatja le a lombját, mint az összes többi, tehát ez függ a szoba hőmérsékletétől, de mindenképpen én úgy gondolom, hogy érzésre is, látványra is, illatra is mindenképpen az élő fenyőt használjuk, mert ezt igazából használjuk karácsonykor, még akkor is, ha élő rénél van szó. De nem más, mondom, mint egy zöldségtermesztés, vagy egy más növény. És mit ajánlasz? Tehát oké, hogy most akkor ez egy haszonnövény, most ez csúnya, de valahogy így is lehet ez semmi akkor. Más. Ez haszonnövény. Haszonnövény. Jó, még kicsit barátkozok ezzel a gondolattal, viszont az is gyakori, hogy nem feltétlenül műfenyőben gondolkodnak az emberek, hanem mondjuk vödrös, tehát gyökeres fenyőt vesznek. Ezt ti hogyan értékelitek? Jó trend, vagy ez csak egy divathullám, vagy tudatosabbak az emberek? Akinek van helye otthon a kertben, elültetni, akár minden évben egy-egy fenyőt, érdemes vele foglalkozni, érdemes, ez azért egy jó pont a környezet szempontjából, hogy tovább él ez a fenyő, de úgy gondolom ez nagyon kis aránya a megvásárolt fenyőknek. És hely kell hozzá, tehát kert kell hozzá, 10 év, 10-20 év eltelik, azok a fenyők megnőnek, előbb-utóbb kicsi lesz a kert szerintem. De ha van olyan lehetőség, az egy nagyon jó megoldás. Igen. Én azon gondolkodom, hogy ilyen tájt mi mindig szoktunk veletek készíteni híradós riportokat arról, hogy megnövekednek a lopások, illegálisan vágják ki az állami, vagy hát a társaság területén esetleg a fákat, mert ugye elkezdődik a fűtési szezon. Mennyire gyakori amúgy, hogy mondjuk fenyőket vágnak, vagy a társaság nem is nagyon termeszt, vagy termeszt fenyőket? Hát a társaság nem
igazából karácsonyfa termesztő. Uh-huh. Ez egy külön szakma igazából. Vannak csemetekertjeink, ahol előfordul karácsonyfa, de nem igazából ez a fő profil. Ahol karácsonyfa termesztenek, ott általában ebben az időszakban őrzik, mert komoly érték van benne. Egyébként az erdőben, mint fenyőerdőben növő fa, az meg általában nem olyan szép, hogy karácsonyfának jó, ugye ritka az a fenyőerdő, tehát ami tényleg azért van ültetve, hogy ott erdő állomány legyen, hogy az karácsonyfának jó legyen, tehát az ritka. Ahol pedig karácsonyfás van, azt meg őrzik, hogy ne legyen. Most magánemberként kérdezlek, nem erdészeti igazgatóként. Nektek milyen szokott lenni otthon a karácsonyfátok? Általában jegenyefenyőt. Jegenyefenyő? Na, azt nem ismerem, az milyen? Ez a Normannak mondott. De jegenyefenyő a fafaja. Ez hogy néz ki, ez a hosszabb túllevelű, vagy ez nem, milyen? Nem, ez olyan közepes túllevelű, viszonylag ilyen merevebb tűszerkezete van, mint a lucfenyőnek, sötétebb zöld, szebb illatú, vagy jobb illatú, és tovább zöld, később kezd el peregni. Gabi, én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Önöknek, kedves nézők, pedig mondom, hogy nem sokára folytatjuk a víkendet, és ahogy ígértem önöknek is, illetve Simon Béláni Ági néninek és diákjainak, megyünk oda vissza még a stúdió másik részletébe, úgyhogy érdemes velünk maradni, hiszen a humanoid robotok még csak most jönnek. Mi kell, mi kell, mi kell!